Jó estét kívánok! Önök a Városi Televízió nemzetiségi magazinjának májusi adását látják. Mai műsorunkban először Rudas Dániel a Dohány utcai zsinagóga kántorának koncertjén veszünk részt. Majd egy hosszabb interjút láthatnak Lakatos Zsolttal, az Együtt Szebb Jövért Roma Magyar Egyesület elnökével, aki a közelmúltban állami kitüntetésben részesült. Ezután az Empátia Híd elnevezésű program munkáltatóknak rendezett tréningjéről is beszámolunk. Végül annyi is, hogy Segíthess című szakmai konferenciára invitáljuk Önöket. Tartsanak velünk! A Status Quo Ante zsidó hitközség és a Barankovics izraelita műhely zenés estet szervezett az érdeklődőknek. Az eseményen Rudas Dániel a Dohány utcai zsinagóga kántorának Klasszikus imák, modern dallamok című koncertjét hallgathatták meg a résztvevők. A rendezvényen Király Miklós operaénekes és Neumark Zoltán zongora művész is közreműködött. Rudas Dániel a Dohány utcai zsinagóga kántoraként Budapest kulturális életének meghatározó alakja. Most hazatérhetett szülővárosába, hiszen a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően lehetősége nyílt arra, hogy ingyenes koncertet tartson Gyöngyösön. Weisz Péter, a Barankovics izraelita műhely vezetője, aki egyébként régóta jó kapcsolatot ápol a fővárosi képviselettel, úgy fogalmazott: Rudas Dániel az elkövetkezendő 15-20 év legtehetségesebb zsidó kántora. Tavaly beszélgettünk, pályázatot nyer, és indítana egy koncertet, és én felajánlottam, miután ő vállalja a gyöngyösi identitását, itt szülötte, Gyöngyösről származott, úgy gondoltam, hogy ismerjék meg ezt a zenét, és ismerjenek meg egy tehetséges gyöngyösit. A koncert szervezői világos célokat fogalmaztak meg az eseménnyel kapcsolatban. Közelebb kell hozni a fővárosi és a vidéki zsidóságot egymáshoz, hiszen a vidéki lakosságnak sokkal kevesebb lehetősége van a hagyományőrzésre. A rendezvényen szívesen látták a nem zsidó érdeklődőket is. Úgy gondolják, az ilyen koncertek jó alkalmat adnak arra, hogy mindenki megismerje a zsidó kultúrát. Arra gondoltunk, hogy tekintve, hogy a vidéki zsidóság ma már nem jut hozzá azokhoz a ima lehetőségekhez, mint mondjuk a második világháborút, a holokausztot megelőzően. Ezzel szeretnénk egy kis betekintést nyújtani a mindennapi, illetve az ünnepi imádkozásnak a dallamaiba, szokásaiba, és egy kicsit közelebb hozzuk a fővárosi zsidó vallásos, illetve a vidéki zsidósághoz, illetve mindenkihez, akit érdekel. A zsidó zene, mint műfaj, magában hordozza azt a kettősséget, amire a közönség már az előadás címében is felfigyelhetett. A kortárs zsidó zenei kultúra alapvetően nem kíván eltérni a gyökerektől, mégis számos olyan elemet tartalmaz, amely a hangzást összességében modernné teszi. Ezt tudni kell, hogy a zsidó liturgikus zene és általában a zsidó zene az egy rendkívül élő dolog. Mi úgy próbáltuk válogatni, hogy vagy valamilyen imára írt kompozíciót adjunk elő, vagy pedig egy modern zsidó témájú, vagy zsidó zeneszerző által komponált művet. Úgyhogy éppen ezért lesznek klasszikus imákra írt kántori darabok, ezek a mindennapi, illetve az ünnepi ima körből, de lesz Leonard Bernstein, lesz Nyomorultak, lesz Hegedűs a háztetőn. Ezt igyekeztünk egy rendkívül széles spektrumot bemutatni és elhozni ide mindenkinek. Maria, 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 Maria,
Rudas Dániel koncertjén énektanára Király Miklós is fellépett, akivel gyakran járják az országot, hogy minél több emberrel megismertessék a zsidó zenei kultúrát. Ő a Zürich, illetve a Magyar Állami Operaháznak volt a vezető basszistája, és most már lassan 4-5 éve a Dohány utcai zsinagógának a osztopos tagja, úgyis mint közösség, úgyis mint kórus tagja, illetve ő az én énektanárom mellett, és hát mi együtt próbálunk ezt a kultúrát, ezt a művészeti ágat kicsit így jobban bemutatni mindenki számára. A műfajnak egyébként a hangszerek tekintetében nincsenek túl nagy kötöttségei, a műveket elő lehet adni zongorán, templomi orgonán, de szimfonikus zenekarral is. Korlátosak a lehetőségeink, ugye most egy elektromos zongorát hoztunk magunkkal. A Dohány utcai zsinagógában egyébként orgonakísérettel szólalnak meg kompozíciók, de például van lehetőség arra is, hogy szimfonikus zenekarra, ez igazából attól függ, hogy mekkora térben vagyunk, milyen felkérés van. Szimfonikus zenekarra általában az újpesti zsinagógában szoktunk fellépni, mindenében van egy nagyszabású koncert, és akkor ott megvannak kicsit hangszerelve a darabok úgy, hogy ott meg tudjon szólalni a nagy zenekarral is. A Weisz Péter által vezetett Együttélés háza nevű projekt, amely a Gyöngyösi zsinagógát alakítaná át egy zsidó kulturális központtá, továbbra is folyamatban van. Rudas Dánielnek nem titkolt vágya, hogy egyszer ott is tartsanak egy koncertet. Nekem nagyon-nagyon rég is titkolt álmom az, hogy egyszer a Gyöngyösi zsinagógában egy koncertet tartsunk. Nyilván ez meg kell találni azokat a támogatókat, akik ebben minket tudnak segíteni, de ez egy nagyon fontos célkitűzésem, hogy ez megvalósuljon. Nyilván az sem lenne rossz, hogyha a Gyöngyösi zsinagógát újra fellendülne. Dolgozunk rajta. Neumark Zoltán több mint 25 éve vesz részt ilyen koncerteken, és örömmel tapasztalja, hogy a vidéki településeken is van lehetőség és igény ezekre a zenékre. 25 éve kísérem a kántorokat itthon, külföldön, úgyhogy nagyon örülök, hogy kisebb városokban is az elég szűk zsidóság ellenére is azért meg tudjuk ezeket mutatni, ezeket a liturgikus dolgokat. Természetesen azért populárisabb dolgokat is szoktunk hozni, úgyhogy én fogok konferálni, aztán meglátjuk, hogy fogadja a nagy érdemű. Manapság a zongora sokoldalúsága miatt szinte bárhol megállja a helyét, így arra is alkalmas, hogy egy-egy koncert alkalmával pótolja a hagyományos zsidó hangszereket. A zongora ma már azt hiszem egy annyira populáris hangszer, és mindent lehet vele pótolni. Tehát természetesen a zsidóságra jellemző harmonika, klarinét, hegedű, az főleg a klezmer zenében nagyon ott van máig, de a liturgikus zenében ugye a templomokban nagyon sokáig orgona volt, tehát billentyűs hangszer, és így ahol nincs orgona, ott előbb-utóbb képbe került a zongora. És a liturgikus műveket zongorával szoktuk kísérni. A zongora művész szerint a zene, csak úgy, mint a zsidó kultúra sok más eleme, elválaszthatatlan az egyes országok kultúrájától, így a magyartól is. Egymásra gyakorolt hatásuk számos komoly zenei műben felfedezhető. Az, hogy mennyire jellemző, a neológia, ami nagyon egy speciális magyar találmány, kitermelte azokat a klasszikus alapú zsinagógai zenéket a múlt század elején, amik máig elhangzanak a liturgiába, akár a hétköznapi, akár a nagyünnepibe. De amellett, ami nem a zsinagóga asztala, de zsidó zene, az meg a kultúránkhoz tartozik, az operett, Kálmán Imre,
úgyhogy Ábrahám, Seres Rezső, Cerkovics, ezek mind a zsidó zenében nagyon-nagyon nagy, hogy mondjam, nagyon nagy nyomot hagytak. A nehéz sorsú emberek megsegítésére, valamint a magyarországi roma közösség integrációja érdekében végzett munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült Lakatos Zsolt, az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület elnöke. Ebből az alkalomból most egy kis visszatekintésre és összegzésre kértük az egyesület elnökét. Lakatos Zsolt 1966-ban született Gyöngyösön. Édesanyja magyar, édesapja roma származású. 7 testvérével Halmaugrán nőttek fel. Elmondása szerint nagy szegénységben nevelkedtek, szülei a mátrai erőműben dolgoztak, édesapja heggesztő, édesanyja takarítónő volt. Ő hentesként tanult tovább, majd leérettségizett. Egy helyi húsüzemben dolgozott, amikor többszöri felkérés után csatlakozott a Városi Római Fiúsági Szervezethez, amelynek később aztán az elnöke lett. Ezt követően az országban elsőként töltötte be a gyöngyösi polgármesteri hivatalban a romaügyi referens munkakört. A 90-es években megmérettette magát a kisebbségi választásokon, amelyen eredményesen szerepelt, és egy cikluson át képviselőként karolta fel a romák ügyeit. Lakatos Zsolt évtizedek óta fontos feladatának érzi, hogy segítse a hátrányos helyzetű embereket. Több száz rendezvény, előadás, projekt köthető a nevéhez. A Roma Magyar Egyesület elnöke szívesen emlékezett vissza pályája kezdetére. Én már olyan 25 éve mévelem ezt a feladatot, amit Isten rám szabott. Még Múzsa Attila, néhai drága jó barátom Múzsa Attila karöltve kisebbségi önkormányzatba. Amikor elhunyt, akkor önkormányzati képviselőként tevékenykedtem. Akkor 2002-ben Lakatos Alajos az alapítók javaslatára leültünk hárman, Iványi Zsolt, Lakatos Alajos és jó magam, és hát akkor alapítottuk meg a Roma Magyar Egyesületet. Mindhárman fontosnak tartottuk azt, hogyha Magyarországon születtünk, akkor magyar állampolgárok is vagyunk, és a közös probléma az közös, a jó érzés, az öröm minden közös, tehát tenni kell a problémák leküzdéséért, ugyanúgy a roma társadalomnak is, a nem roma társadalomnak is. És hát így indultunk el lényegében, mindhárman. A legelső fő momentum a feladatunknak az volt, jó nemzetközi kapcsolatnak köszönhetően, hogy az amerikai támogatást 200 millió forint értékben egészségügyi eszközöket, informatikai eszközöket, bútorokat hoztunk Gyöngyös Bugár Pál Kórház idősek otthona, iskoláknak, óvodáknak adományoztunk, majd ezt követően egy iskolát, az Egösi Béni iskolát újítottuk fel 27 millió forint értékben. Ezután természetesen jó kedvel, hatalmas örömmel mindhárman törekedtünk arra, hogy minél jobb és több jó téteményt végezzünk el. Rászorult családoknak az ingatlanait újítottuk föl, természetesen intervenciós kereten belül az akkori kormányzat támogatásával. Dr. Űrmös Andor volt
az a személy, aki segített az ingatlanoknak a felújításában. Ez is egy fő momentum volt. Természetesen ezt követően követték a jótétemények, számtalan mennyiségű élelmiszercsomagokat osztottunk. Természetesen ezután következett Gyöngyös-Orosziban is egy karácsony éjjelén leégett ingatlannak a megvásárlása. Az egyesületünk ezzel támogatta 7 gyermekes anyát. Kálban is támogatott egy családot, akinek leégett az ingatlana anyagokkal. És hát jött a védőháló, a családokért, ez egy európóniós program, amely keretén belül több témát érintett, oktatás, egészségügy és szociális ügyeket is érintett érint mai napig ez a program. Az elnök elmondta, a mostani kitüntetés hatalmas elismerés számára, egyben visszajelzés arról, hogy van értelme annak, amiért dolgozik és amit csinál. Örültem, mert minden ember számára jól esik, hogyha megveregetik a vállát, emberből vagyunk, valami plusz erőt ad, plusz energiát, de számomra mindig ez volt az első, hogy ne az embernek feleljek meg, hanem Istennek. És ha már az Isten törvényének, írásának megpróbálok felelni, az a számomra nagy öröm. De hogy ne, örültem, boldog voltam, meglepődtem, hogy kormányzati szinten, pláne ilyen magas kitüntetésnek, köztársasági ezüstérnek kereszt, hát ez egy csodálatos érzés volt, szavakkal nem lehet elmondani, hogy milyen jó érzés töltött el. Az évek során persze sok visszajelzést kapott már a munkája fontosságáról. Az elnök azt mondja, mindezt nem érhette volna el azon emberek nélkül, akik segítették a munkáját. A Bugatpál kórház részéről Sebes Gábor volt az igazgató, Winkler Sándor díjban részesített, tehát elismerte a munkánkat, és hát minden egyes támogatott részéről hálát sugároztak, örömet, de nekem ez sokkal többet ért, mint bármi. De természetesen mindezek nem sikerültek volna, hogyha példát mondok, a Lakatos Alajos elnök úrnak az intelmeit nem fogadtuk volna el. Ő egyre épített a szeretetre. És azt mondta, ez egy legyőzhetetlen fegyver, amit követnünk kell. És a mai napig ezt követem. Nem sikerült volna a kollégák nélkül. Tehát nem sikerülhetett volna olyan kormányzati támogató nélkül, mint például dr. Latorcai Csaba közigazgatásért felelős államtitkár. Nem sikerülhetett volna Langerné Katalin helyettes államtitkár nélkül, vagy Balogh Zoltán nélkül, vagy az itt lévő kollégák részéről, az egyesület tagjai részéről. Ezek az emberek nem kaptak azért díjat, hogy segítsenek. Hasonlóképpen gondolkodtak, mint én, a szeretet uralkodott minden embere, tehát minden segítő feje fölött, és ez nagyon fontos. Lakatos Zsolt hozzátette, ez a kitüntetés további célok megvalósítására sarkalja, de ehhez ő egymaga nem elég. Van ez a nagyszerű igazmondás, magyar igazmondás, hogy egy fecske nem csinál nyarat, ehhez több ember kell. Több Isten imádó ember. Minden ember szívében jó Isten beleplántált a szeretetet. És az emberre múlik az, hogy hogyan erősödik, hogyan fejlődik ki az ember szívében a szeretet. Én úgy gondolom, hogy Isten szeretetében benne foglaltatik az, hogy alázatosnak kell lenni, és őszintének, tisztességesnek, de egymás iránt felelősséggel tartozunk. Ez amióta tudom az eszemet bennem, magamban volt, és ezt érvényesítem is. Természetesen elmondható az is, hogy olyan kolléganőkkel vagyok körülvéve, kollégákkal, tagokkal, akikben mindez, hál' Istennek megvan. És ez irányba a csapatmunka az létfontosságú. Egy jó csapatmunka, tehát még az nem elég, hogy a vezető az jó. Ha jó csapat veszi körül, akkor ilyen eredményt ér el, mint jelen pillanatban, hál' Istennek mi. Az elnök azt mondja, az ajtaja mindig nyitva állt a rászorulók előtt, s ez így lesz a jövőben is.
Én köszönetet szeretnék mondani a kolléganőknek, azoknak az embereknek, akik segítettek. Elsősorban az én drága jó bátyámnak, Lakatos Alajosnak, akitől mindent örököltem, a szeretetet, az alázatosságot. Hát ő lényegében egy olyan ember volt, hogy számomra, amíg élek, ő példakép marad. Empátia híd elnevezéssel tréningeket rendezett a Gyöngyösi Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáltatóknak és munkavállalóknak. A cél az volt, hogy a többségében legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező hátrányos helyzetűek munkába állását segítsék. A munkáltatóknak pedig a képzés során a trénerek különböző kommunikációs taktikákat tanítottak. Amit tanultunk inkább, hogy ha szeretnénk illeszkedni egy munkakörbe, akkor hogyan kell a felvételén, akkor ugye, hogy mivel roma származásúak vagyunk, azokról is megtanultunk, hogy milyen roma származások vannak. Nagyon sok mindent megtanultunk ezzel kapcsolatban. De legjobban az állásinterjú. Úgy érzem, hogy el tudnák menni dolgozni, amit eddig sajnos nem tudtam. Nem tudtam elállni, hogy kell felkészülni rá. Hála jó Istennek, most már megtanították nekem, és szerintem el tudnák akárhova menni dolgozni. Tudom, hogy kell megjelenni, tudom, hogy kell beszélni. A legutóbbi tréning tapasztalatait összegzi Henrietta és Beatrix. Ők is részt vettek a munkavállalói és álláskeresési tanácsadáson. Itt a saját készségek, képességek felismerésén túl az önbizalom építése is fontos feladat volt. A trénerek utat mutattak a résztvevőknek, és sikeres cigány emberek példáján keresztül bebizonyították, hogy igenis van remény. A mostani része ennek a tréningnek az elsősorban a kommunikáció fejlesztésen alapszik, illetve azokon az egyéb olyan lehetőségeken, amiket nyújtani tudunk itt a résztvevőknek, hogy hogyan kell egy állásinterjún részt venni, hogyan kell felkészülni egy állásinterjúra, milyen lehetőségek vannak mondjuk egy állásinterjúban, amiket ki tudnak aknázni, illetve ami nagyon fontos még, az, hogy megerősíteni őket abban, hogy a munkavállalói piacon teljesen egyenrangú szereplőként tudnak részt venni. Ez a legfontosabb célunk. Az uniós projekt célja az is, hogy ezekkel a tréningekkel ne csak roma származásúaknak segítsenek, hanem minden rászoruló embernek. Hiszünk abban, hogy együtt tudnak élni és dolgozni cigány származású és nem cigány származású magyar emberek, és ebben szeretnénk mi példát mutatni azzal, hogy ebben a tréningben trénerekként is együtt dolgozunk. A jelenlévők a munkahelyi konfliktus helyzetek kezeléséről is hallhattak hasznos tanácsokat, és azt is megtanulhatták, hogy hogyan kell például bankszámlát nyitni, vagy a családi költségvetést tervezni. Mindezt játékos, interaktív formában. Ez pedig már egy másik tréning. Itt nem a munkavállalóknak, hanem a munkáltatóknak nyújtottak segítséget a szakemberek. Halmozottan hátrányos helyzetű, jó részt roma származású álláskeresők elhelyezkedésének és integrációjának segítése. Főként ez volt a célja, a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyös városában elnevezésű munkaadói tréningnek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013 óta dolgozik Durandán. Először egy jelenlét programmal indult a segítő tevékenység, és aztán a Gyöngyösváros önkormányzatával, konzorciumban, egy támapos projektben egy komplex programot valósítottunk meg, és ennek a folytatása tulajdonképpen, meg az ott elkezdett munkáknak, meg az eredményeknek a folytatása, ez a topos program, amiben nagyon fontos szerepet szántunk az integrációra több területen is. Például az oktatás, az egészségügy vagy a foglalkoztatás területein, ez utóbbi pedig különösképpen fontos, mert azt tapasztalják, hogy munkába állás előtt az érintetteknek nagyon sok akadályt kell leküzdeniük ahhoz, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. A kétnapos képzés során a trénerek azon dolgoztak, hogy különböző kommunikációs taktikákat tanítsanak a munkáltatóknak. Nagyon fontos része a tréningnek az, hogy bemutassuk a cigányságot magát. Tehát nagyon, nagyon komoly részt fordítunk az edukációs részre, ami ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a magyarországi cigányságot próbáljuk bemutatni, nyilván tömören és méltartalmasabban, illetve olyan nagyon sok olyan szituációs játékot fogunk tartani a mai napon is,
amiben megtapasztalhatják a munkaadók, hogy milyen munka keresülnek, vagy munkavállalónak lenni, főleg akkor, hogyha mondjuk egy másik népcsoportból, adott esetben a cigányság csoportjából származnak. A szituációs játékok során egyebek mellett azt is megtapasztalhatták a jelenlévők, hogy melyik félnek nehezebb egy adott helyzetben. Épp ezért fontos egymás megismerése és az empátia erősítése mindkét oldalon. Nyiss, hogy segíthess! Ez volt a mottója annak az első alkalommal megrendezett szakmai konferenciának, melyet az Együtt Gyógyulni Könnyebb Alapítvány, valamint a Távoktatási Intézet Szervező Bizottsága rendezett Gyöngyösön. Az esemény elsődleges célja az együttműködés és a közösen gondolkodás kialakítása volt a pedagógusok, gyógypedagógusok, tanítók és óvodapedagógusok között. Szeretve fejleszteni a gyermeket címmel első alkalommal rendeztek szakmai konferenciát a Mátra Művelődési Központban. A program elsődleges célja a kapcsolatkiépítés kialakítása volt a pedagógusok, gyógypedagógusok, tanítók, óvodapedagógusok között. Milyen nevelési, tanulási, tanítási nehézségeik vannak a roma származású gyerekeknek, és mire kell odafigyelni náluk? Egyebek mellett erre is választ kaphattak a szakemberek az előadások során. Nagyon sokfajta nehézséggel nézünk szemben, de általában a nehézségekben mindig a szociális hátteret tekintjük, és mindig azonosítjuk a hátrányos helyzettel a roma tanulók tanulási nehézségeit, de van egy nagyon más szegmens ennek a dolognak, a nyelvi nehézség. Annak ellenére, hogy ugye a roma származású gyermekek ugye itt születtek, beszélnek magyarul, lehet, hogy már nem is ismerik a roma nyelvet, de szokásaikban és életvitelükben is egy másfajta életet élnek ők, mint mi. Csak gondoljunk bele, hogyha mi elmegyünk tökéletes angolsággal egy angol nyelvterületre, és a gyermekeink ott járnak iskolában, még ha jól is beszélnek az adott ország idegen nyelvén, nem fognak mindent megérteni. Tehát nagyon fontos az, hogy gondoljunk arra, hogy ők két nyelvűek. Emellett ismernünk kell a szokásaikat, a nyelvjárásukat és az ehhez kapcsolódó viselkedés mintáikat. Ami ugye a magyar többségi társadalommal ugye ellentétes néha, de ez nem baj, csak nekünk erre nagyon oda kell figyelni, hogy ezt a két nyelviséget is figyelembe vegyük a tanítás nevelés folyamatában. Probléma továbbá az is, hogy az elszegényedéssel változik a társadalom összetétele is. Ezáltal újabb és újabb gondok adódhatnak, szögezte le a szakember. Önök a Városi Televízió nemzetiségi magazinjának májusi adását látták. Egy hónap múlva ismét számítunk figyelmükre. Viszontlátásra!